Na cső, megjöttem. Merre vagy? Nem látlak. Föl kéne venni a második részt. Gyere már akkor előre. Jó, várlak. Szia! Hát én nem tudom, mi van már. Négy kéz lábjön, vagy mi az Isten? Na, szevasz! Mi a jó Isten volt, már itt ülök két orosz szája. Jó, most már messze van a vége. Na gyere! Megmutam az életemet is itt válni rád. Sziasztok, szervusztok! Megérkeztünk ki a tanyára, második résszel nektek még tartozunk. Az előző részben beszéltünk itt a szerzésnek a vonyodalmairól, illetve megnéztük a tanyát belülről. Most akkor járjuk körbe, és nézzetek meg ti is, hogy akkor mit sikerült összebugázzunk itt Attival. Igen, hogy mekkora maga a porta, illetve az, hogy mik vannak rajta. Mert közben akkor még mesélünk, hogy azóta mi történt, mi nem történt meg, hogy volt, mi volt, mik a tervek. Köszönjük szépen sok támogatást nektek. Ja, meg a rengeteg gratuláció, kedves szavakat nem mondtál, nagyon sokat kaptunk most. Igen, az elmúlt videó után rengeteg megkeresést kaptunk, meg volt vagy 150 komment, meg nem tudom mennyi like, meg minden, tehát nagyon jól esett, nagyon szépen köszönjük nektek. Voltak értelmes, építő hozzászólások is, tehát mindenki pozitívan állt a sztorihoz, tehát semmi ilyen bandolós téma nem volt most, azt hiszem. 99,5%-os értéke is sem volt a videónak, szóval az nagyon jól esett, köszönjük szépen. Nagyon sokan mondtátok, hogy segítetek, mind anyagilag, mind szaktudással, emberekkel, akik különböző dolgokhoz értenek, mit tudom én, kútfúrásról volt most legutóbb szó, hogy abba egy úr engedélyek, hasonló, igen. Segít nekünk elintézni, hogy minél gyorsabban, minél kevesebb pénzből ez meg tudjon valósulni, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, köszönjük szépen. Sokan írták azt is az elmúlt pár napban, hogy jönnek ide segíteni nekünk ingyen, ja, meg hasonló, szóval tényleg nagyon jó esett nekünk ez a sok támogatás. Munka az van, ott nem kell félni, munkát az bármikor, bárkinek tudunk adni, hányásig, tehát az lehet. Igen, így van. Na. Még annyi, még itt miatt elindulunk itt a nagy körútra, ide után egyből lesz egy live, ahol lehet majd tudunk kérdezni élőben is. Úgyhogy aki akar, az maradjon a videó után is egy pár percre, hogyha szeretne. Úgyhogy akkor, na hát akkor induljunk el, és akkor vizsgáljuk, hogy akkor milyen a maga a birtok kívülről, és megyünk, teszünk egy kört, és a végén visszaérünk majd a magára a tanya udvarra, ahol majd lehet látni azt, hogy most milyen az udvar, már azóta, mióta az első videó ugye kiment, és hogy még mik várnak ránk a következő pár hónapban, évben. Hát lesz mit csinálni, de ezért haladunk szépen vele. Így munka mellett is még, úgymond, mert ezért így elég nehéz. Hát időszűkében vagyunk folyamatosan, de nem baj, majd lemegy a szezon, akkor majd több időnk lehet csinálni, lehet haladni, és reméljük, hogy nem lesz túl esős az ősz, hogy azért lehessen még kint itt a földeken is azért kicsit még bohóckodni. Így van. Na, menjünk, induljunk el.
itt állunk most a startkövön. Startkövön, a tanya előtt. Igen. Tehát volt előző videóban is ott egy ilyen kis piktogramot ott megszerkesztett, hogy itt az út, és akkor, hogy mettől meddig, meg mi van, meg hogy van, melyik a miénk. Na, és akkor menjünk végig először a gyümölcsös részén, és akkor úgy körbe majd megint vissza tanyára. Jó? Igen. Na, az a helyzet, hogy ugye itt nincs kerítés elalakba, ez egy olyan 120-130 méter kerítés kell megépítsünk. Hát igen ám, csak az a helyzet, hogy nem érünk rá. Ati hősies módon ebből a betonkemény földbe már elkezdte ásni a gödröket. Tehát a két kapu oszlopnak a gödre az 80 centis, a többi közoszlopnak meg 60-asokat ástam, igen. Én ügyesen kilőttem a mesdjét, hogy hol legyen a kerítés. Nem jött össze. Nem jött össze. Elkezdtem ásni az első sarki oszlopot. 50 centinél kop. Földkábel. Földkábel. Telibe pont. A közepét elkaptam a földkábelnek. Jó, nem csapott meg, meg semmi, mert tudjátok, hogy tehát van egy gégecső, és abban van benne még egy, mit tudom én, ilyen 3 centi átmérő nagy vastag. Átszúrtam a gégecsövet, úgyhogy jó. Újra tervezés. Ráment egy délelőttem, mire ezt itt megcsináltam, úgyhogy még egy 20 centivel bejebb került a kerítés. Igen, mert olyan idiótán van megoldva ez. Tehát a mi földünk az az út széléig tart. De mi önkéntesen le kell mondjunk egy jó másfél méterről, hogy kerítést tudjunk építeni, mert ugye a villanykarót nem lehet magadhoz elkeríteni. Hogyha bármi van, akkor nem férnek hozzá. Akkor gáz van. Na, úgyhogy mindegy, arról le kellett mondjunk arról a másfél méterről, hát bánja a fene, bukja ebből a földből. Talán még igen, még marad egy kevés. Mert akkor vettünk kétesen kívül egy sor borsót, vagy valami. Persze. Na. Bocsik, a mindenkitől teljesen begyött taknyosodva. Gyerek? Igen. Gyerekem hazahozta a bölcsiből valami delta variánst. Most eddig már ki vannak ásva a lukak, még itt kettő hiányzik a végéről, és akkor fogunk is hozzá majd a videónak a harmadik részében már szól ezt a kerítés építésről, illetve magá a folyamatról. Hát betonozás. Pár szót akkor erre mondhatunk. Amúgy megvan hozzá már minden, csak csinálni kéne. Igen, igen. Na, és akkor a tanyai épülettől idáig, most így fejből nem tudom, olyan 28-30 méter körül van. 30 méter, meg lefele még 100. Egy százas. Addig a kerítésig, ami már készen van. Na menjünk. Bízom benne, hogy nem lesz olyan kemény a föld, mint amit volt, mert nem, itt olyan nem volt, gondol, hogy nem. Olyan, hát 30-40 centig olyan volt, mint hogyha ilyen téglábástam volna körülbelül. Na igaz, hogy nem látszik, de én ezt már lekaszáltam egyszer. Hát hogy mondjam, tehát itt lehet látni itt a mellettünk lévő portán, hogy tehát ilyen nagy dzsindzsa volt benne az egész területben. Hát én jártam ki, de vagy két hétig ezt kaszálni, ezt a darab parcellát, ezt a mit tudom én fél hektárt. Aztán meg én voltam kint két hétig összeszedni ugye a füvet. Írdatlan volt. Ne nője bele a fű. Tehát itt a mesdje, ahol én állok, ott van egy karó is, nem tudom, hogy meg tudja mutatni. Hát megyünk arra úgyis. És akkor a szomszédnak a területéből is levágtam egy méternyit, hogy azért lehessen kezelni majd itt a dolgokat, meg kerítést építeni, mert tehát mondom, akkor nagy gaz volt, hogy az valami elképesztő. És már megint lehetne kaszálni, úgyhogy ezt még ősszel még egyszer le kell durni gyorsan. Jó, ez a here, ami itt nő, ez ennek vísekkel úgy nő. Ja. Na, úgyhogy itt a gyümölcsösbe vagyunk most. Van 4 sor gyümölcsfánk, hát olyan kicsit fokhíjas, meg elhanyagoltabb, meg mit tudom én, mert vannak közte szárazfák is, meg minden. Mint mondjuk ez cseresznyefa, ez most szárad ki itt, kérlek szépen. 3 hónapja? Pont éréskor. Úgyhogy lesz itt munka dögivel. Az van, hogy ugye augusztusban kell szedni a szemzővesszőket. Most itt tavasztól kezdve én megfigyeltem, hogy melyiknek milyen gyümölcse van, mennyire ellenálló, milyen betegsége van, milyen kártevője, minden, és amit úgy láttam, hogy érdemes
szaporítani, abból vettem vesszőt, és elvittem egyik kertészmérnök barátomhoz, hogy nekem ezt szaporítsa föl. Úgyhogy ez is már folyamatban van, több mint 100 fát szeretnék Attival telepíteni, de ez úgy van, hogy tehát most elvittem augusztusba, és ez majd csak jövő november vagy decemberben lehet azokat majd felveszedni, akkor lehet majd a telepítés. Azért nem is annyira baj, mert van addig épp mit csinálni, hát szerintem. Van, de igazából nem tudsz mit csinálni. Muszáj ezt kivárni. Meg kell várni, tehát ez itt nincs mese. Mindegy, megvárjuk, és akkor olyan fajtákkal lesz beültetve a terület, ami tudom, hogy tényleg jó. Nem az, hogy csak ilyen luti, hogy na, ültessünk, hogy valami legyen. Igen. Ott a nyuszi. Igen, van egy pár nyuszink is. Ott itt már őzikétől kezdve. Őzike is van, ott már a nyuszi. Nézd, most tettem fel a körtét, már megint eli a falja. Na, van még itt egy pincénk is, amit szépen kipakoltak nekünk. Lesz majd egy ajtó, minden, és akkor lehet majd zárni is, és akkor lehet, mit tudom, egy terményt benne tárolni. Amúgy jó egy lesz trollent ez. A pincében. Ja. Na, úgyhogy a tanárhoz tartozó területnek itt a mesdjéje, a kerítés van, ez itt föl lesz számolva az egész, és át lesz téve majd a másik oldalra, vagy majd amarrébb, attól függ, hogy mit tudunk majd még megszerezni idővel. És akkor egyből lesz az egész nyitva, és akkor másfél hektár körüli terület. Bocs, hogyha a hang megint ilyen kicsit ilyen szeles, mert megint nyilván pont most van megint szél, mikor videózunk. De... Nyilvánvaló. De ez... aki követ bennünket régóta, az tudja. Már tudja, hogy ez ezzel jár, kész. Nyílt terepen vagyunk, itt fúj a szél. Nem számoltam össze, hogy hány gyümölcsfánk van most jelenleg itt ebbe a fél hektárba, de azért van jócskán. Nem mind marad meg, azt azért hozzáteszem. Lesz ebből vágva elég sok, mert vadszilva, mondjuk ez pont marad, csak meg kell majd szépen nyakazni, eléggé el van vadulva. Megyfák is maradnak, hát igazából ami úgy láttam, hogy értelmes gyümölcse van, az mind marad. Körülbelül olyan szisztéma van, mint a másik kertben, amit bemutattuk, hogy mi igen, van. Igen, hát sokkal nagyobb. De ugyanaz a szisztéma alapján lesz minden csinálva. Veszek közben, hát ha megint megszólnak. Ja, persze, hát ez fontos. Itt az a kis beugró, amit a képen lehetett látni. Igen, az előző videóban. Egy alakba van még elalakba, a tanyához tartozó. A bácsi még annó, és akkor ez itt el lett kerítve már alapból. De ez is itt lebontjuk, és akkor egybe lesz mannyitva, ügyesen. Még az ősszel azt meg kell csinálni valahogy. Valahogy besűrítjük. Hát mondjuk látszik, hogy itt azért már volt kaszálva. Ja, és ja, igen, mielőtt még elfelejtem, volt itt kommentbe, hogy mit akarunk itt, mi sivatagot, vagy valamilyen ilyen igen. szöveg volt. Na, elmondtam, hogy ez itt miért így történt, hogy akkor minden kezdet tisztában legyen, de közben menjünk, mert még kurva sok van hátra. Ez azért volt így, mert ugye mondom, egy ilyen 80 centi, 1 méteres nagy gaz volt benne, és több éves. Tehát az, aki már kaszál füvet, az tudja, hogy a régi fűbe belenő az új fű, elszárad, megint belenő, tehát ez egy évek alatt az olyan, mint egy szőnyeg, és ezt másképp nem lehetett megoldani, nem akarunk is sivatagot csinálni egyértelműen, de ezt másképp nem tudtuk megcsinálni, ez teljesen tarra, késsel, damilla, ami éppen rendelkezésre állt, ezt durtuk lefele. Aztán vasfilával össze, és aprolják még egyszer homseprűvel. Hogy megtisztuljon a terület, hogy fölfrissüljön maga a föld is. Ugye ezért lett ez így csinálva. Kb. Eddig a másfél hektárból, eddig a több mint a fele már így át lett gerebézve, de úgyhogy simára az egész. Hát, ugye ez a része még nem lett még megcsinálva. Ez még jó, de itt annyival másabb, mert ilyen foltokban látjátok, tehát itt ez nem olyan hatalmas a fű. Ugye volt itt 30-valány birka. Azért csak azért legelgette azért a füvet lefele. Meg taposták itt meg aztán. Taposták, meg mit tudom én. De ez is pont úgy lesz megcsinálva, hogy tarra. És majd meg lehet nézni tavasszal, majd a szépen az új fű, hogy meg fog indulni. Hát már most. Már most látszik itt-ott, ahol most volt egy kis eső, most legutóbb, hogy elkezdett a szép fű majd növögetni. Na, úgyhogy ezért volt ez. Szépen ezt rendbe szedjük, ezt a rengeteg vadhajtást ezt innen kitakarítjuk. Lesz ebből is meghagyva, azért hozzáteszem, mert
a vacilva se Isten káromlás, tehát abból is nem. Azért lehet jót csinálni. Tehát itt van a kapu, itt a vége a portának, illetve nem, de mint kiderült a főhivatalnál lekértük a papírt, amikor ugye volt véve, a kerítésen kívül még a miénk 73 négyzetméter. Tehát be kellett húzni. Hát azt nyilván nem hagyjuk izé nem, parlagon. Az miénk, az... azt még megmutatjuk. Itt a hátsó kijárat. Na és akkor itt van a széna. Hát jó, már az összerohadt a felére. Összeesett, igen, mert nem akkor csomó volt. Csak nagyobb volt azért. Na, ahol le van itt kaszálva, ez a kis darab, ez a kis plac, ott van a mesdzsekő, ha látjátok videóban. Ugye a kis mesdzsekő pont a kamera közepén. Na, még ez a darab még itt a miénkhez tartozik. Na mondom, akkor ide kihordjuk, azt annyi. Így van. Na, elég, jól, elég jól összevannak itt azért szabdalva a területek, tehát itt, ami még van az útig, ez is még vagy három helyrajzi szám, össze-vissza. Tehát igen, tudom, de ilyen háromszögben meg ilyen össze-vissza vannak itt felosztva fölnek egyébként. Ez itt, vannak ezek a császárfák, ez egy helyrajzi szám, így hosszába, mellette még egy helyrajzi szám, tehát itt jól össze van szabdalva. És ugye aki megveszi, annak annyit kell fizetnie, igen. Érte, ahány helyrajzi számon van a igen. Maga az a terület. Úgyhogy te nekünk is macerás. Ez, amit most vettünk, ez 10... 13 vagy mennyi? 11? 11 vagy 13 helyrajzi számon volt, és annyit 6600 forint fizetsz be. Thank you.
Na, akkor menjünk visszafele. Na, de akkor menjünk. Most menjünk a másik oldalról. Másik oldalról. A tanya felől. Szembe széllel. Ez az. Tehát itt van például ez az almafa. Ez még kap egy évet, hogy valamit azért mutasson. Mert ugye most nagyon vízhiányos volt a nyarunk, hogy ebből mi lesz. De hogyha ez így marad, akkor ez szerintem megy, mert ennek semmi értelme, mert aprón lehullik. Megkóstoltam, ízetlen, tehát ez egy gyengeresztés. A mögötted van, ez egy nagyon jó fajta, ez a diaszkos alma, vagy nem tudom, hogy ilyesminek hívják. Ilyen viaszos bevonat van rajta, de jó ízű, tehát ez marad. A szélső is marad, ez nem biztos, hogy megmarad, se az a két kisebb fa, mert most azért, hogy legyen, azért nem tartjuk meg. Hogy akkor inkább kivágjuk, és akkor teszünk helyette olyan fajtát, amit ismerünk, hogy biztos, hogy jó. Persze, mert amíg attól most öreg fa, attól lehet jó. Lehet jó, persze. Csak ugye, mert most nem terem semmit, vagy ilyen aprókat terem, az igazából most nem sokat ér még. Mert itt most akkor bóckodunk vele, hogy évekig akkor itt most itt így metszem, meg úgy metszem, meg így, meg úgy, azt végül akkor sem lesz belőle semmi. Akkor inkább kivágjuk, és akkor lesz ennyi idő, hogy kinevelve egy másik olyan fa, ami tehát normális termése rendelkezik. Igen, mert volt, aki mondta azt, hogy mi minden fát ki akarunk vágni, meg ízé, meg ez, meg az. Abszolút hogy nem. Vétek, meg bű, meg ilyenek. Tehát mondom, tehát én néztem egész évben, hogy melyiken milyen gyümölcs van, illetve hogy bántja valami kártevő. Amit nem bántott, és a gyümölcse is jó volt, abból szedtem a régi, öreg, mit tudom, 50-100 éves fákról szemzővesszőt, és tehát ebből fogunk szaporítani. Meg lesz egy másik szaporítási mód is, amit majd szeretnék nektek bemutatni, de az már csak jövő nyáron. Na, például itt van ez a fajta is. Jó, be van nőve, jó öreg fa. Ezen ilyen apró piros alma van, de viszont finom. Finom, úgyhogy ez biztos, hogy marad. Mert ha más nem, akkor cefrébe jó lesz. Úgyhogy nem vágunk azért ki mindent bármi áron, tehát itt nem arról van szó. Csak ami érdemes, az marad, ami nem érdemes, az megy, kész. De nyilván itt majd lesz öntözőrendszer ehhez is kialakítva, úgy, ahogy a másik kertben, vagyis hát nem úgy, csak hasonló módon. Hogy ide már az kevés lenne, az kevés, van. Az kevés. Meg kicsi a nyomás. Itt nem tartállyal lesz megoldva, hanem szivattyúval közvetlen. Lesz majd betáplálva neki a víz, mert ugye mit tudom én, 130 méter hosszú, most így nem mértem meg, hogy mennyi pontosan a... lehet, hogy több. És akkor 4 sor. 500 méter. Azért azt nem nyomott ki tartálya. Á, nem. Fél kilométer csövet. Nem, ott kicsi nyomás volna hozzá nagyon. Nyilván az ilyen fák azok jönnek ki, szárazak. Meg van egy pár, amit már a vihar is kicsavart, meg tépázott, az nyilván azok jönnek. Meg hát nem volt karbantartva ez már évek óta. Nem, abszolút nem. Cseresznyefa, erről szedtünk már ebbe az évben, ez jó volt. Szépen rendbe kell szedni, ez mehet tovább. Ez még ilyen jó kis középkorú fa, ez még elmegy sokat. Bírsalmafa. És igazából innen már lehet látni a tanyát. Egész jól. Úgyhogy körülbelül azt bírom satszolni, hogy hosszra olyan hát mennyi, 130 méter? Van a... Hát a legszélesebb pontja, hogy... Hát, ja nem, hát a gyümölcsös sarkától végig az mondjuk olyan 130, de hogyha a legtávolabbi pontját veszed... Akkor 170? Akkor olyan 170 méter uh-huh. körülbelül hosszra, szélességre meg olyan 100. Uh-huh, nagyjából, hát igen, innestől mérve igen. Ugye, mert ez kijebb van ez a rész. Igen. Alapból egy olyan... Hát ilyen kicsit cikcakos a... Mindent, ilyen. Hát ilyen, most igazából nem rosszabb attól. Nem. Lassan visszérünk a tanyára, tanyaudvarra. Akkor menjünk hátulra, ahol az ólak vannak. A karámok, ugye itt birkák voltak főként tartva. De korábban még azt hiszem, hogy volt disznó is meg. Marha volt. Marha volt? Marha. Voltak tyúkok is. Itt már érik a szőlő, úgy látom. Ezt még nem is láttam egyébként. Nem? Tebiessen már. Aha. Ezt örököltük. Azt tudom, csak hogy nem tudom, hogy ez milyen fajta. Én nem vagy benne a szőlőbe. Én se, azt nem. Pedig jó lenne az is érteni. Majd a Boris megmondja. Boris bátyánk.
itt van a portának a másik széle. Ami még nekünk érdekes lehetne későbbiekbe, ezt megvásárolni még hozzá. Igen, ez egy másik gyümölcsös. Az volna igazából ebből a csíkkal, hogy ezt teljesen befásítani. És akkor méheket is még tenni bele. És akkor ide egy ilyen kis akácos telepíteni, az jó volna. Itt van egy ilyen szántós rész, és itt előtte, hát ameddig fű van. Tehát nem is tudom mennyi ez, 20 méter. 20 méter körül, ha. 20 méter, és ez is ilyen, mit tudom én, 100, nem tudom mennyi hosszú. És sok gyümölcsfa van benne, igaz, hogy idős gyümölcsfák, de ahogy nézem, sok termés lehetne ebből kivarázsolni. Érdemes lenne ezt még megvenni. Hát a következő években, mert most ez a tanya ez rengeteg pénzünket elviszi, meg el is vittem már. És igazából gyakorlatilag itt egy ilyen kis erdőt telepítenénk ide a bal oldalra. Hát, ilyen szélfogót. Szélfogónak, aha. Szélfogót meg egy pár kaptár mézet is szeretnénk, vagyis méhecskét. De azt jelenti csak ilyen 5-10 éves terv, úgyhogy ez nem most. Hát igen, mert szeretnénk azért majd jószágokat. Ez a hátsó rész, itt nem is jártunk, ugye? Hát úgy értve az, hogy videóban nem volt még szó. Hát, hogy itt jöttem ki, de nem tudom, ja, mi igaz, látszott. Ja, igaz, itt jöttek az intróba. Itt a kapu. És itt vannak karámok. Ezek is egy jó, olyan 20-25 éves építésű dolgok szerintem. Hát itt volt egy melléképület, mert ugye ez is két külön kert volt ez, vagy birtok. És hogy össze lett ez itt vásárolgatva annak idején, ezen volt egy épület. És azt eldurták egy részét, valamennyi fal megmaradt, tehát ott látszik az a vályog, az a régi épületnek a fala volt, és ahhoz lett még itt hozzá tolódogatva jobbra-balra mindenfele, ezek a ólakistáló, meg ilyesmi. Uh-huh. De ezt itt úgyis elbontjuk, mert ez nagyon tálkolmány. Igazából van benne sok jó anyag, azt majd lehet használni. Hát most fül ez persze használva, de majd az új építésű melléképületeknél majd azt felhasználjuk. Van még itt egy nagy csomó trágyánk, jó sok éves, úgyhogy majd amikor a fákat telepítjük, illetve a veteményesbe is majd megy. Veteményesbe is, ezt már szépen ki lehet szórni, jó tápanyag visszapótlásnak szuper lesz. És akkor igazából itt a vége, a kerítés van. Igen, ez a másik vége. Úgyhogy igazából ennyi. Még itt bemettünk az ólakba is, végig vissza. Vissza, igen, a házig. Elég szűkös itt a hely, úgyhogy vigyázzunk. Na, ez még itt a régi épületnek volt a fala, ahogy látom. És akkor... nem tudom, vagy innentől, vagy onnantól, mert ez már toldás. Hát de össze-vissza van ez már rogyva. Persze, itt már nem van elég. Keresztbe kasba az egész. De van pusztítva. Nem baj, tehát ezt már szépen szétbontjuk. A blokktéglát, hogyha nincs annyira összegyúgyulva, akkor azt még fel lehet használni egy új épületnek a építése során. Ilyen a tető is már eléggé elmaradva itt minden, úgyhogy ezt nem hagyjuk meg, nyilván nem, ez már azért veszélyes egyébként, itt járkálgatni alatt. Addig marad meg, ameddig szükség van rá. Hát meg pakolni. Nem jutunk oda, hogy ezt lebontsuk, vagy foglalkozunk vele, mert most van más prioritás. Az első a belső, az legyen készen, meg az udvar nagyjából nézzen ki, meg lehessen költözni. A többi az meg majd alakul. Persze. És vannak ilyen régi szekerek, meg kiskocsi, meg minden, ezt már szépen kibontjuk, felújítjuk. Új kerék, teljesen jó lesz egyébként. Elég kötsz, húzlak. Persze. Itt már folyik nagyban a tűzifa elrakása. Gyújtós. Ezt éppen az én párom csinálta. Kis ügyes. Nyomja, ágvágó mindenért, tehát fűrész. Csapatja. Na, úgyhogy most itt tartunk a pucolásban, már azért elég szépen néz ki az első udvar. Az első képekhez képest. Már eddig megvan homok. Itt volt ugye egy kis homokdomb, kis homokdomb, amit láttunk a felszínről, de már itt kiszedtem belőle egy közel 3 köbméter homokot,
és még mindig van egyébként itt, úgyhogy amíg itt a fúria tart, addig még homok van. Azért még egy kis vas is mindig innen-onnan, de egyébként nagyon szép, nagyon szépen kezd kinézni az udvar is. Tégla, cserép, minden szépen felpakolva, majd hogyha esetleg kell, akkor lemiből válogatni. Illetve még itt most voltam hozzá emelről, amit páran megcsinált. Szépen kivádosta itt a bodzahajtást, mondtam én, most meg ásom őket kifele, tövestől. Jó kis meló. Azt hiszem. Na ugye itt van a melléképületek, hogy ezek ilyen műhely volt, meg na régen ilyen kis kerti konyha, meg ilyesmik. Ez lesz bontva, ugye ami jó belőle, azt kiválogatjuk, cserepeket, téglákat, azt külön tesszük. És azokat majd újra felhasználjuk, hogyha épülnek a többi új épületek. Nyilván fanyagot, amik jók, azokat újra használjuk, ami nem jó, az megy tűzre. Úgyhogy minden külön szépen, ahogy szoktuk. Hát amilyen árak vannak most építőanyagban, aki tudja, tehát döbbenetes, úgyhogy mindent föl kell használni. Úgyhogy itt, ami kijön, vályogtégla, cseré, blokktégla, kutyafüle, az minden föl lesz használva. Minél kevesebbet tudjunk, minél gyorsabban haladni. Igen. Mert igazából az egész sor. Ez nem menthető. Nem menthető. Az a baj, hogy nem megvagy az egész. Annyira elhanyagolt volt, és megsüllyedt, tönkrement, úgyhogy ez bontás. Így. Itt a téla a földbe mindenhol, meg szemét a földbe. Na, hogyha most itt tartunk, srácok, lányok. Van még itt egy kutunk. Igen, egy kutunk. Ami köbe van hányva törmelékkel, az már el lesz megtakarítva, majd az építkezés során majd alapba, útra kiszorva, mit tudom én, valahol majd ki lesznek szorva, és akkor itt lesz egy új, szép díszkút, meg majd lesz ide fulatva, amit már beszéltünk, és egy másik kút majd valahova, ahol tehát ilyen 50 és 100 méter közötti mélységet el kéne érni, hogy jó minőségű víz kerüljön a felszínre, hogy lehessen inni is belőle, ivóvíz. Hát fürdővíz, mosóvíz, meg hasonlók nyilván, ami... És akkor hidroforral lesz majd benyomva a fürdőszobába, a konyhába, mindenhol. Igen, úgyhogy ez a homok, ami ki lehet szedve, majd töltés. Az elejó lesz igazából böltetni a csöveket, meg hasonló. Ja, abban jó, töltésnek jó lesz. Na, közben megnéztük még jobban itt a új terasznak a felépítményét. Hát az itt vannak az érdekességek, azért nézzétek meg, hogy... Ja, igen. Ablak feje lefele. Fordítva. Fordítva, és kifele nyílik. Mit akarsz? Úgyhogy... Igen, úgyhogy az itt erős rekonstrukciót igénye. Igen. De ugye itt nem volt elég hosszú a szarufa. Megtolták. Meg lett toldva. Nem rossz egyébként, mert úgy megáll, meg úgy jól néz ki igazából ahhoz képest. De itt éppen majd mellett csinálva a díszszarufázat, minden külön videó lesz róla. Ja. Úgyhogy nem pöpet szarufa fog kinézni. Most igazából körbeértünk, megmutattuk, hogy akkor végülis megkontrolletről van szó, meg hogy mi van rajta, meg hogy állítunk most. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük szépen. Akkor maradjatok még velünk akkor egy live-ra. Videó után, így van. Videó után akkor lesz még egy live. Következő föltöltött videónk szerintem a kerítés építéses sztori lesz. Igen, harmadik részben. Mikor azt nem ígérjük. Egyszer csak. Igyekszünk 1-2-3 héten belül van, amikor majd intézni a videót. Úgyhogy köszönjük nektek még egyszer csak a támogatást, szép szót, kommenteket, lájkot, feliratkozást, támogatást, mindent. Már ennyi volt, srácok, köszönjük szépen nektek még egyszer a figyelmet. Akkor most már lehetek? Most már lehetsz, igen. Na, köszönjük szépen, puszi nektek, sziasztok! Sziasztok!